Hölgyeim és Uraim, Gábor Dénes díjat vesz át dr. Berényi Antal orvos, orvosközgazdász, neurofiziológus, a Szegedi Tudományegyetem Állatorvosi Kar Élettani Intézet egyetemi adjunktusa. Az idegtudományi méréseknél alkalmazható multiplexelt erősítő rendszer és a mikroelektródák fejlesztése terén elért eredményeiért, amelyek egy nagyságrenddel több idegsejt egyidejű megfigyelését teszik lehetővé. Továbbá a Szegedi Világszínvonalú Idegtudományú Laboratórium létrehozásában vállalt meghatározó szerepéért, az automatizált felügyelet nélküli epilepsziás rohamdetektálási algoritmus és implantálható rohamfelügyeleti rendszer fejlesztése során létrejött alkotásaiért, melyek minőségi változást jelentenek az extracelluláris idegélettan vizsgálataiban, továbbá az idegtudomány területére kiterjedő iskolateremtő tevékenységért. Gratulálunk az életműhöz! Először is nagyon szépen köszönöm a kuratóriumnak, illetve a felterjesztőknek a bizalmát és a döntését, amelyel ezt a díjat ide ítélték nekem. Az idefele úton azon tűnődtem, hogy mik azok az apró nüanszok, amik egy kutatást innovációvá emelnek. És talán a legfontosabb momentum az az, hogy egy kutató életét folyamatosan két látszólag egymásnak ellentmondó erő feszíti. Az egyik a felfedezésnek az igénye, a tudományos kíváncsiság, amely által folyamatosan újabb és újabb tudományos kérdések iránt válik nyitottá, és szeretné ezeket megismerni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ez a kutató tevékenység sosem legyen öncélú, és ez a másik feszítő erő, tevékenyen tenni kell azért, hogy azok az eredmények, amiket elérünk, azok valamilyen módon hasznosuljanak, és itt természetesen megjelenik a segíteni tevés szándéka. Én nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy egy olyan területen tevékenykedhetem, ahol ez a két feszítő erő, ez szinergista módon egymás mellett hat. Ahhoz, hogy meg tudjam válaszolni azokat a kérdéseket, amikkel foglalkozom, ahhoz kénytelen vagyok olyan eszközöket fejleszteni, amikkel választ kapok ezekre a kérdésekre. De emellett természetesen, hogy ez könnyebbé teszi a munkát, köszönetet kell mondanom a családom, illetve a támogató barátok mellett azoknak az embereknek, akik elindítottak a pályámon, és eltereltek egy olyan szakterület felé, amely viszonylag könnyebbnek mutatkozik. Úgyhogy nevek említése nélkül nagy köszönettel tartozom mindenkinek, a mentoraimnak, illetve azoknak, akik most is elindítik a pályámat. Köszönöm szépen! Hölgyeim és Uraim, Gábor Dénes díjban részesült dr. Jürge László vegyész, a DBH Investment ZRT ügyvezető igazgatója. A világpiacon is sikeres, a gyógyszerjelölt vegyületek tervezését és előállítását támogató, új termékek és technológiák kidolgozása során nyújtott tudományos közreműködésért és a megvalósításhoz szükséges szervezetek létrehozásában és azok sikeres működtetésében végzett szakmai, üzleti vezetői tevékenységért. Az innovációs Oscar-díjjal is elismert, az áramlásos kémiai technológián alapuló integrált eszköz megalkotásában való részvételért és világpiaci bevezetése terén elért jelentős eredményeiért. Nem különben a hazai innovációs életben példaértékű társadalmi szerepvállalásáért. Gratulálunk! Tisztelt elnök úr, tisztelt vendégek, tisztelt díjazottak! Egy kicsit mindenki beszélt az életpályájáról, és én is egy nagyon fontos momentumot szeretnék elmondani, ami inspirált arra, hogy olyan tevékenységet folytassak, amivel végül is ezt a megtisztelő díjat megkaphattam. Bizonyára sokan vagyunk itt a teremben, akik külföldön kutatókorukban
külföldön ösztöndíjjal, külföldön jártak ösztöndíjjal. Én is így voltam, én például az Egyesült Államokban, Angliában jártam ösztöndíjjal, és az Egyesült Államokban figyeltem fel arra a rendkívül furcsa jelenségre a 90-es évek végén, hogy igazából szerintem sokkal gyengébb tudományos eredményekből olyan üzleti sikereket lehetett ott konstruálni, amik véleményem szerint azon tudományos eredmények mögött jártak, amiket az ELTE-n annak idején kutatóként elértünk. És ez a felismerés motivált arra, hogyha én hazajövök, akkor próbáljuk meg ezeket a magyar tudományos eredményeket is hasonló módon üzleti sikerre vinni, és ha ezt rendszer szinten csináljuk, akkor talán nem maradunk el, hiszen olyan tudományos eredmények vannak, amik valóban versenyképesek a világpiacon, csak ezt meg kell találni. A kutatói pályám elindulása után tehát én átmentem az üzleti világba, de nagy hálával és szeretettel gondolok azokra a professzorokra, Kajtár Márton professzorokra, Hollósi Miklós professzorra, akik ezen a kutatópályán elindultak, és dr. Percel András egykori kollégámra, jelenleg tanszékvezető egyetemi tanárra, akikkel számos érdekes eredményt értünk el. Hazatértem után álmodni sem mertem arról, hogy olyan eredményeket lehet produkálni Magyarországon, amivel 10 éven belül 3 sikeres céget is piacra lehet vinni, sőt az Egyesült Államokba akár el is lehet adni és tőzsdére lehet juttatni. Ezek a cégek a Comgenex, a Thales Nano és a Cuminex voltak, és úgy gondolom, hogy a Gábor Dénes díjat meg kell osztanom ezen cégeknek kutatófejlesztői gárdájával, akik nélkül nem lehettünk volna ilyen sikeresek, és hálával kell, és meg kell köszönnöm dr. Darvas Ferencnek, ezen cégek igazgatósági elnökének, aki lehetővé tette, hogy ilyen kutatófejlesztő cégek létrejönnének a hálózatán belül. Ezen kívül, hát ahhoz, hogy sikerre menjenek nemzetközileg technológiák, szükség van nemzetközi visszajelzésre, és nagy köszönettel tartozom olyan gyógyszergyárak kutatási igazgatóinak, mint a Bayer, a GlaxoSmithKline, vagy éppen a Biogen és a Pfizer, akiknek a visszajelzése segítsége nélkül nem tudtuk volna megtalálni azokat a nis piaci réseket, amelyeken keresztül magyar KKV sikeres együttműködéseket írhat alá világvezető gyógyszergyáraival. Hálával tartozom még magyarországi kutató partnereinknek, a Pannon Egyetem professzorainak, Skodáné Földes Ritának és professzorasszonynak és Bakos József professzor úrnak, akik együttműködése nagyban hozzájárult, hogy olyan eredmények szülessenek, amelyek nemzetközileg, olyan tudományos eredmények szülessenek, amelyekből nemzetközileg sikeres innovációt lehet kreálni. Hálával tartozom, és végül és nem utolsó sorban megköszönöm felterjesztőimnek, a Gábor Dénes Díjasok Klubjának vezetőségének, hogy felterjesztettek erre a díjra, és végül, de nem utolsó sorban én is megköszönöm családomnak, feleségemnek és gyermekeimnek, hogy biztosították azt a háttért, amivel olyan tevékenységet végezhettem, amely ehhez a díjhoz hozzájárult. És még egy külön köszönetet szeretnék mondani
azoknak a vendégeknek, akik esetleg legkisebb gyermekeim körül ülnek, hogy türelemmel hallgatják az ugrálást és a gyerek zsivajt. Ezzel lehetővé vált, hogy ők is itt lehessenek és részesei lehessek meg ennek a díjnak. Tisztelt elnök urak, tisztelt államtitkár úr, tisztelt díjazottak, kedves vendégek! Óriási megtiszteltetés számomra, hogy én méltathatom Berényi Antal és Virge László kiváló munkáját. Megfogalmazták mind a ketten, hogy a kutatónak, a fejlesztőnek valahol az álma, hogy legyen egy termék, amely hasznosul. És ez egy nagyon fontos szempont, a hasznosulás, akár társadalmilag, akár gazdaságilag. És én, mint a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal egyik vezetője, munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy olyan pályázati struktúrát alakítsunk ki, ahol az itteni díjazottak kiválóságai további támogatást nyernek, és ezek az eredmények, ezek a hasznosuló termékek valóban létrejöhetnek. A két díjazottban egy közös vonás van, mind a ketten Amerikában jártak, és egy tanulási, oktatói, munkásság, életszakasz végén eljött nekik egy döntési pont, hogy hol folytassák munkájukat, és mind a ketten nagyon bölcsen és helyesen Magyarország mellett döntöttek. Erre hívom fel a figyelmet, hogy ez egy külön érték ebben a két kiemelkedő tudású kutatóban, menedzserben, hogy itthon segítik az ország jobbulását, és a szellemi termékeik itt hasznosulnak. Az idegkutatásban Magyarország évek óta világszínvonalon van, ehhez járul hozzá Berényi doktor, és ehhez járul hozzá szerényen a mi hivatalunk is, mert a Szegedi Egyetemnek és még jó pár kutatóintézetnek, egyetemnek megfelelő támogatási pályázati rendszerrel lehetőséget biztosítottunk arra, hogy olyan infrastruktúrális feltételrendszert hozzanak ki, olyan laborokat alakítsanak, amelyek most már valóban világszínvonalú kutatások helyszínei lehetnek. Virge Lászlóról szeretném még kiemelni és aláhúzni, hogy ő mint menedzser is nagyon aktív, tevékeny, idejének egy részét valóban társadalmi munkával az innováció hasznosulásáért tölti, több mint 10 éve ismerem, és ezt is szeretném neki megköszönni. Szívből gratulálok a díjazottaknak, jó egészséget kívánok nekik, további munkájukhoz, sikereket, eredményeket. Köszönöm szépen!